Éppen az egyik paksi cégnél vizsgáznak a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium karosszéria lakatos diákjai. Májusban és júniusban a centrum közel 600 tanulója ad tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. Nagyon-nagyon jó helyen, nagyon jó környezetben. Nagyon sokat tudtam tanulni, meg nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni, amivel később a jövőben könnyebben fog boldogulni, úgy minden téren, mind szakmailag, mind emberileg. A feladatok több részből állnak. A gépjármű mechatronikusok közül már 7-en vizsgáztak, a technikusok közül összesen 16-an, a karosszéria lakatosok pedig 8-an mutatták be tudásukat. A vizsga nagyjából 2-3 részből áll. Egy interaktív vizsgából, egy gyakorlati vizsgából, illetve vannak olyan szakmák, ahol portfóliót is készítenek a diákok. Az interaktív vizsga az iskolában történik, számítógépen keresztül. Ez a régi írásbeli vizsgának felel meg, és itt nálunk vannak a gyakorlati vizsgák. Ez alól a vizsgatevékenység alól részben vagy teljesen mentesültek azok, akik szakmakiváló tanulója versenyen vagy országos szakmai tanulmányi versenyen az első fordulóban 60%-os vagy a feletti eredményt értek el. A szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben ez összesen több mint 30 tanulónak sikerült.